Sziasztok srácok! Ezen a meleg szombati napon hoztam nektek egy érdekes videót, ugyanis olyan dolgokat fogok nektek megmutatni, amit sajnos a Fortnite nem csinált meg, pedig tervezett. Az ArtStation nevezetű oldalon rengeteg koncepciós rajz került ki a Fortnite-ról, és egyáltalán nem olyanok, amik rendesen bekerültek a játékba, hanem teljesen máshogy néznek ki. Úgyhogy ebben a mai videóban ezeket megmutatom nektek, és beszélni fogunk róla, illetve bemutattak egy újabb crossovert ismételten a Cavs-szal, amivel egy újabb Billy skint kapunk, és végezetül pedig beszélni fogunk a jövő heti keddi frissítésről. Ha esetleg támogatni szeretnél, ezt megteheted a Super Creator Code beírásával, ami nem más, mint Gonzi Rider, ezt az Item Shop jobb alsó sarkában meg is teheted. Nagyon szépen köszönöm a támogatásod! A koncepciós rajzoknál szerintem kezdjünk a Chapter 2 Season 2-vel. Ugye mindenki emlékszik rá, hogy ebben a seasonben egy jakt is bekerült, és eredetileg ez a jakt teljesen máshogy nézett volna ki, az is meg lehet, hogy még víz alatt is lehetett volna harcolni. Sőt, azt is megmerem kockáztatni, hogy talán még tengeralattjárót is terveztek még Season 2-ben, ugyanis ilyen szigony fegyverek voltak a falon, illetve búvárruhákat is terveztek. A jakt teljesen máshogy nézett volna ki, eredetileg még a hajó járművek is a jakton belül lettek volna. A jaktnak egy része pedig a víz alatt lett volna, és az üveg mögött lehetett volna látni az óceánt, a halakat, a cápákat, kár, hogy végül nem így nézett ki. A fedélzete is sokkal máshabbul nézett volna ki, Midas szobor is teljesen más pozícióban van, és szerintem sokkal letisztultabb. Ha összehasonlítjuk a koncepciós rajzot és ami ténylegesen bekerült, igazából lehet látni hasonlóságot, illetve különbséget is, azért nagyrészt elég sok mindent meghagytak. Season 3-ról is találtam képeket, de igazából itt szerintem megegyezik, ami ténylegesen bekerült, hiszen Fortilla szinte ugyanígy nézett ki. Van pár kép Chapter 2 Season 4-ről is, ugye ez egy Marvel-es season volt, és mindenki emlékszik ugye a Sentinel temetőre, ami ugye bekerült a season során, ahol rengeteg robottetem volt. A képeket elnézve eredetileg sokkal több ilyen robot lett volna szétszórva a szigeten, de végül csak 3-4 darab került a szigetre. A weboldalon még találtam egy hangya töltőképernyőt, ami soha nem jelent meg. Szerintem a Season 5-ös képek a legszebbek, ugye ebben a seasonben a Zero Point instabil volt és úgymond elszabadult, és fent volt a szigeten. Úgy látszik, hogy eredetileg sokkal nagyobb káosz csinált volna a Zero Point Season 5-ben, ugyanis a rajzokon még a slipstreamek is előkerülnek, sőt a homokban még a jakt is előkerült volna, a Slurpee Swamp gyára is, ott lett volna még a sárk is, vagy akár a rig. Egy másik képen pedig azt lehet észrevenni, hogy ezek a Zero Point kristályok teljesen máshogy néztek volna ki. Itt a koncepciós rajzokon, mintha lefagyott volna úgymond a sziget, de ugye eredetileg nem így nézett ki. Ja és igen, itt a fish skin teljesen máshogy néz ki, mintha egy teljesen másik stílus lenne. Annyi biztos, hogy itt nagyon-nagyon látszik a különbség. Season 6-ról is vannak koncepciós rajzok, viszont annyira nem érdekesek, ugyanis ugyanúgy néznek ki, mint ahogy a játékban is bekerültek, ugye ezek a Primal házak, viszont egy képet muszáj megmutatnom. A képet elnézve, Season 6-ban szinte ugyanígy nézett ki a Spire torony és a Primal korszak, viszont egy érdekességet itt észrevettem, hogy a Spire tornyon egy Imagined Order logó látható, ami azt jelenti, hogy a Spire Assassinok és az egész Spire korszak is az Imagined Order műve volt. Eredetileg ugye nem tudtuk, hogy kik ezek a Spire őrök, meg honnan jöttek, de úgy látszik, hogy közük volt az Imagined Order-höz, vagy az is lehet, hogy a Fortnite Epic Games megváltoztatta a történetet, minden esetre érdekes, hogy mit keres ott ez a logó. Ugye mindenkinek megvan a Zero Crisis nevezetű cinematic trailer, ahol először bemutatkozott a Foundation. Az ArtStation-ről kiderül, hogy Foundation eredeti neve The Chosen, vagyis a kiválasztott lett volna, de ugye ezt megváltoztatták. Ugyanis az egyik fickó, aki készítette a Foundation meteorját és az ajtaját a cinematicban, az véletlenül elírta és nem Foundation-t írt, hanem Chosen-t, úgyhogy meg lehet, hogy régen még a kiválasztott néven futott volna a Foundation. Meg is érkeztünk Chapter 3-hoz, és itt rengeteg dolgot sajnos kitöröltek. És itt nem arra gondolok, hogy Foundation szobra tiszta iszapos lett volna, hanem például Beagle helyén egy ilyen vízeséses vulkán lett volna.
Azt mondjuk a mai napig sajnálom, hogy nem használják ki a vulkánt, hiszen lehetett volna tényleg egy igazi vulkánot, vagy esetleg tényleg egy ilyen vízeséses valami. Remélhetőleg ez majd változik a chapter során. A Seven bázis, más néven a Sanctuary sokkal nagyobb lett volna több épülettel, és itt ismételten lehet látni a háttérben a vízeséses vulkánt. A Seven kövek is sokkal rendezettebbek lettek volna, és ilyen lépcsőzetes valami kis hely lett volna nekik. Ugye ehelyett csak úgy lerakták körbe a köveket, és semmi díszítést vagy valami dizájnt nem kapott. A legnagyobb dolog, amit kivágtak a Sanctuary-ből, azok a Seven golyók. Igazából nem tudom, hogy ezek mire lettek volna jók, de látszólag a Sanctuary alatt lett volna egy olyan bunkerszerűség, egy ilyen bázis, különböző ilyen golyó járművekkel, amikkel ugye Seven logók vannak, pontosabban Visitor logók, de ezek nem kerültek be. Nem tudom pontosan, hogy hogyan működtek volna, de lehet, hogy olyanok lettek volna, mint a ballerek, nem tudom, de reménykedjünk benne, hogy hát, ha majd valamikor bekerül a chapter során. Chapter 3-ban lett volna még egy hajóroncs is valahol a sziget szélén, de sajnálatos módon ez nem került be, de remélhetőleg majd valamikor jönni fog. A háború Season 2-ről is vannak képek, ugye az óriási fúróról, a léghajókról, de igazából ezek tényleg ugyanúgy néznek ki, ahogy be is kerültek. Mondjuk az óriási fúró, vagyis a Fortressnek a belseje teljesen máshogy nézett volna ki, sokkal részletesebb lett volna. Aki esetleg ráér és unatkozik, annak a videó leírásában leraktam a linket, ahol ezeket a képeket megnézhetitek, elég sok van. Most pedig beszéljünk a Cavs crossoverről, ami pontosan holnap érkezik az Item Shopba. A holnapi Item Shopba érkezni fog egy 1200 V-Bucks-os csontváz Pili, egy ilyen csontvázas glider, illetve egy wrap. Most pedig ejtenék pár szót a jövő heti keddi frissítésről, ami elvileg az igazi nyári frissítés lesz. A Fortnite hivatalos kompetitív Twitter oldala kirakta, hogy ugye július 5-én nagyon meg fog változni majd ugye a templom, ami ugye Rocky Reese és a Genesis hely között van. De biztos vagyok benne, hogy ha a Fortnite kompetitív oldala rakta ki, hogy meg fog változni, akkor eléggé fontos helyszín lesz, és ugye egy valóságfa éppen itt kezd el növekedni, úgyhogy tényleg nagy változás lesz. Az is meg lehet, hogy egy teljesen új Indiana Jones-os helyszínt fogunk kapni, ugyanis Indiana Jones jövő héten feloldható. Természetesen lesz belőle videó, hogy hogyan lehet feloldani, mik lesznek a challenge-ek. Hát srácok, ennyi lett volna az a mai videó, ha tetszett, akkor dobjatok lájkot, iratkozzatok fel, amíg nem vagytok, kommentben írjátok meg, hogy nektek mi tetszett a koncepciós rajzok közül, mit bántok, hogy nem került be. Én viszont mára mentem, én Ghost in Rider voltam, sziasztok!